A 2016-17-es tanévben a hallgatók már egyetemre járhatnak, ugyanis a Nyíregyházi Főiskola alkalmazott tudományok egyetemi rangjára emelkedhet jövő januárban. Erről Onder Csaba, az intézmény rektorjelöltje szólt a felvételi kampány sajtótájékoztatóján. Az intézmény vezetése szerint a képzéseket, a kutatási fejlesztési irányokat a gazdasági és piaci igényekhez szeretnék alakítani a jövőben, ugyanis a piacképes diploma teheti vonzóvá a jelentkezők számára a Nyíregyházi Felsőoktatási Intézményt. Számunkra 2016-ban a duális képzések lesznek azok a képzések, amelytől azt reméljük, hogy sokkal több hallgatót tudunk felvenni. A duális képzés egy gyakorlatorientált, külső vállalati partnerekkel folytatott képzés, ahol ha úgy tetszik, az elméleti részt a Nyíregyházi Egyetem adja, a gyakorlati részt akár a gazdálkodási területeken, akár a mérnökképzésen a külső vállalati partnerek. Ma 14 vállalattal, céggel kötött együttműködési szerződést a felsőoktatási intézmény a duális képzésre. A cégek számára is fontos, hogy megfelelő végzettségű és gyakorlattal rendelkező diplomásokat találjanak. Műszaki, logisztikai területen, a gazdálkodás menedzsment és az agrárképzésben is bevezetik a gyakorlatcentrikus duális képzést. Egyre több vállalat jelzi számunkra ezt az igényt, hogy szeretnének fogadni duálisos hallgatót, és mi szeretnénk ennek az igénynek megfelelni. A gépészmérnök képzéshez újabb 5 vállalat csatlakozik ebben az időszakban, illetve 2 új szakon, a közlekedésmérnök szakon, illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakon indul el újra a duális képzés jövő év szeptemberétől. A duális képzésben nem csak szaktudást, munkatapasztalatot szerezhetnek a hallgatók, de a tanulói jogviszony mellett munkavállalói jogviszonyba is kerülnek, és a cégektől fizetést is kapnak. Ezzel a szakember elvándorlást szeretnék meggátolni. Onder Csaba arról is szólt, hogy a fő profilban, azaz a pedagógus képzésben az intézmény visszaszeretné nyerni régi tekintélyét. Osztatlan tanárképzésben 42 szakpárból választhatnak majd a felvételizők, a következő tanévben pedig utoljára a bolonyai rendszerben 13 mesterképzési szakképzettség között találhatnak számukra megfelelőt a jelentkezők. A 2016-17-es tanévben 10 képzési területen 19 alapképzési szakot indítanak, egyre nehezebb a felsőoktatásba bekerülni, de a pontrendszer marad a régi. 2015. december 20-án megjelenik a hivatalos felvételi tájékoztató, 2016. január 19-én a Nyíregyházi Intézmény nyílt napot tart, ahol bővebben lehet tájékozódni a képzési területekről.